Oroszország EU nagykövete arra figyelmeztette az Európai Uniót, hogy az amerikai politikai irányvonal biztonsági kockázatot jelent számára. Vladimir Csizsov pár órával azelőtt beszélt erről, hogy a moszkvai törvényhozás alsóházában döntés várható a Washington által már felmondott 1987-es kétoldalú leszerelési egyezményről. Erről azt mondja a nagykövet, hogy már nem lát reményt, és ez rendkívül negatív fordulat, amelyet mód felett sajnálnak. És nem csak a szerződésről van szó, hanem a leszerelés pillanatnyi helyzetéről általában tette hozzá. Az Euronews tudósítója Andrei Beketov arról is kérdezte Vladimir Csizsovot, hogy mit gondol a Lengyelországban állomásozó amerikai kontingens nemrég történt bővítéséről. Az orosz EU nagykövet szerint ez regionálisan, vagyis európai viszonylatban megváltoztatja a helyzetet. Eddig is voltak amerikai katonák Lengyelországban, ha jól emlékszik, 4500-an, de nem egyszerre, hanem rotációban. De amiről most szó van, az erősítés, az állandóra érkezett, már pedig ez sérti az 1997-es megállapodást. Egy másik ügyben a Maláj légitársaság Ukrajna fölött lelőtt utasszállítójával kapcsolatban is fontos fejlemény várható a héten. Kiderülhet, hogy ki kellen készül vádat emelni a holland bíróság. Vladimir Csizsov úgy fogalmaz, hogy az úgynevezett nemzetközi nyomozó csoport már a kezdet kezdetén megtagadta az együttműködést Moszkvával. Mi több még Moszkvát vádolták azzal, hogy nem akar együttműködni. Az orosz fél által prezentált, jól alátámasztott bizonyítékok garmadát egyszerűen nem vették figyelembe. Az is kérdés, hogy miért zárták ki a malájhatóságokat a nyomozásból, miközben az ukránok részt vehettek benne. Szerinte teljesen világos, hogy Ukrajna mindenképpen felelős a tragédiáért, mert nem zárta a terét a polgári repülés előtt a kelet-ukrajnai régió fölött. Над этим регионом она совершенно очевидна.